Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportrét című műsorunkat látják. Mai vendégem még csak 23 éves, de már nemzetközi nagymesternek vallhatja magát. Országunkban a legjobbak között tartják számon sportágában, de már nemzetközi sikereket is elért. Bánusz Tamás sakkozót köszöntöm nagy tisztelettel. Szia, szia Tamás! No hát, annyira aktuálisak tudunk lenni, hogy egészen friss információval tudsz nekünk szolgálni pályafutásoddal kapcsolatban. Ugye mielőtt belemennénk itt a múltba, a jelennel foglalkozunk egy picit, hiszen éppen átigazolsz ezekben a napokban egyik klubból a másikba. Honnan, hova kezdik? Igen, a Szombathelyi Egyesületben, a Nagykanizsába visszamegyek a bajnokcsapatba, ahol már 5 évet lehúztam kiskoromban. Hát nagyon örülök neki, hogy visszakerülhettem, mivel Nagykanizsával csak egyszer voltam magyar bajnok, és szeretnék minél többször magyar bajnok lenni velük. Eredményekre majd nem sokára rátérünk, most kezdjük magával a sakkal, mint sporttal. Hát biztos téged is már megtaláltak haverok, barátok ezzel a dologgal, ugye szokták mondani, hogy viccesen, hogyha valaki mit tudom, jó kondiban, vagy valami mit csinál, mit sportolsz, és akkor sakkozok, ugye ebből általában egy vicces történet szokott kikerekedni. Te esetedben előfordult-e ilyen, előfordul-e napjaidban egyáltalán? Sokan mondták, hogy így a sakra lehet egyáltalán úgy tekinteni, hogy egy sportról beszélünk, mert ugye szellemi sport. Hát igen, szellemi sport, éppen ezért is van külön, tehát külön a sakkolimpia, ami most fog kezdeni egyébként, tehát nem tekintik fizikai sportágnak, és valóban engem is csomószor megtalálnak ezzel a poénnal, hogy sportos, mi sportos, sakkozok, hát az nem is sport, minden, de igazából tehát nem is nézik ki belőlem iránézésre, hogy sakkozok, de hát hogyha elmondom nekik egy-két dolgot, akkor már mindjárt jobban értik a helyzetet, hogy mi hogyan is van sakterén. Igen, nagyon-nagyon összetett sportágról van szó. Igen. Te esetedben mikor találkoztál először a sakka, hiszen tudjuk, hogyha valaki valamire ugye el szeretne jutni ebben a sportágban, akkor nagyon-nagyon korán kell elkezdenie. Igen, igen. Én 5 éves koromban ismerkedtem meg a sakkal. Bátyám és édesapám is sakkozgatott, bátyám már be is került egy egyesületbe, és volt otthon az akkori számítógépünkön egy Battle Chess nevű program, aminek az volt a jellegzetessége, hogy a figurák úgy ütötték le egymást, hogy lekardozza a gyalog a vezérnek a fejét, meg ilyesmi. És ez nekem kiskoromban nagyon megtetszett, és aztán egyre nagyobb lettem, és a játék is maga elkezdett érdekelni, mi hogyan zajlik. Az első versenyben 9 évesen kerültem el, és Horváth Péter volt az első edzőm, és édesapámnak is sokat köszönhetek így a kezdetekben, nagyon sokat foglalkozott velem. Úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy korán tudtam kezdeni. Megmondom őszintén, erre a számítógépes játékra még én is emlékszem, és én is játszottam vele, de mikor vetted észre azt, hogy ez már több, mint egy hobbi, és hogy tényleg, amikor csak teheted, leülsz és sakkozol, és minél jobban belemélyedsz a részleteibe? Hát igazából olyan 7-8 éves lehettem, amikor az első diák olimpiámra édesapám elvitt. Úgy gondolta, hogy bedobom a mély vízbe, mert egyel idősebbek voltak nálam, ugye 9-10 évesek, és ezt 5-ből 5-tel meg is nyertem, és akkor volt az, hogy ez mennyire jó érzés, hogy megnyertem egy első versenyt, meg is nyertem, és olyan nagyon jó érzés volt, és utána rögtön elvitt az országos bajnokságra, ahol második lettem nagy meglepetésre, pedig csak 40. kiemelt voltam, akkor még élő pontszámom sem volt, és nagyon korán elérkeztek a sikerek, és nagyon megtetszett, és ezt akartam is folytatni tovább. De mi az, ami mégis megtetszett benne, hiszen elmítetted, ugye 5 éves korodban találkoztál először, akkor évekig sem, és pont egy általános iskola közepe felé lehetett az, amikor gondolom eldöntötted, hogy igen, komolyan szeretnél ezzel foglalkozni, és mi az, ami e felé vitt téged? Tehát mi az, ami még plusz a számítógépes játékon kívül megtetszett neked a sakkban? Hát egyrészt az országos bajnokságon nagyon sok barátot szereztem, és mindig megbeszéltük, hogy a következő országoson találkozunk. A másik meg azt igazából nem tudom megmondani, egyszerűen imádom ezt a játékot, és hogyha én már itthon vagyok, és már eltelik egy hét egy verseny után, akkor már hiányzik az, hogy én mehessek újra versenyre. Mert egyszerűen szeretem azt az adrenalint, ami engem verseny közben ér, tehát hogy az akkori meccsem előtt egy órában már érzem a hasamba azt az izgalmat, és hogy vajon milyen mennyitás fog kijönni, és hogy mennyire fogom tudni meglepni az ellenfelemet. És igazából ez éltet engem a sakkterén, tehát egyszerűen imádom csinálni. Mennyit foglalkozol vele? Hát most már kevesebbet, régebben sokkal többet, amikor edzőkkel edzettem. Most olyan 3-4 órát napi szinten, de van edzőtársam is, akivel havonta össze szoktunk járni edzeni. Őt Erdős Viktornak hívja. Elmítetted az első sikereket, hogy diák olimpia meg ilyenek részt vettél, de az első komolyabb sikereket hány éves korodban érted el? Hát
A sakkban ugye úgy van, hogy a korosztályos bajnokságokon az első három résztvevő jogosult a világbajnokságra, illetve az Európa-bajnokságra. Én rögtön 10 évesen már mentem Görögországba és Spanyolországba az EB-re és a VB-re egyaránt, és az EB még annyira nem sikerült jól, 10. lettem, ha jól emlékszem, viszont a VB már 6. lettem, ami nagyon nagy szám volt akkoriban, mivel ugye ugyanannyi idősek, mint én, most már ők rengeteg közülük már az első 20-ba, 10-ben van a világon, szóval nekem nagyon erős korosztályom volt, úgyhogy ez már akkor is látszott, hogy ők nem csak ilyen kis hobbisakkozók lesznek. 10 évesen EB-n és VB-n, tehát ez fel tud nőni az ember egy ilyen feladathoz, vagy egyáltalán a helyén tudja kezelni, hogy hol is van? Hát nagyon nehéz, mivel akkor nem lehetett bemérni a játékosokat, hogy milyen szinten is sakkoznak, mert ugye minden sakkoznak van egy bizonyos élőpontszám, ami alapján be lehet nagyjából lőni, hogy mennyire erős, és milyen titulása van, tehát hogy nemzetközi mester vagy ilyesmi. Akkor ugye még nem volt ez, 10 évesen még nem volt senkinek semmilyen címes élőpontszáma, és nagyon nehéz volt, tehát nagyon nehéz volt tudni, hogy ki mennyire erős, és igazából a kínaiak meg az oroszok voltak már akkor is a dominánsok, azok brutálisan erősek voltak már akkor is. A kínaiak azoknak nem lehetett tudni, tehát volt és a 14 éves korosztályban 0 élőpontszáma, oda mentek és végverték az egész mezőnyt úgy, hogy nem is tudták, hogy kik ők. Pedig már közben volt élőpontszámuk, csak ezt nem írták be nekik. Ilyenkor esetleg nem fordulhat elő, hogy valaki esetleg egy kicsit koraérő típus, és mondjuk nem csak mit tudom én fizikailag, hanem szellemileg, és egy picit a korosztály előtt jár, és mondjuk eltelik néhány év, és akkor beírja azt a korosztályt, és igazából csak azért jó, mert egy picit előrébb jár a többieknél. Vagy ez nem nagyon jellemző így a sakkban? Hát azért is fontos sakkban előbb kezdeni, mivel azt mondják, hogy tehát a nagy fejlődéseket 25 éves korig lehet véghez vinni, viszont mai is számítógépes világban már lehet, akár bármikor lehet fejlődni, tehát akár 40-50 évesen is lehet még fejlődni, csak nem akkora ütemben. De ezért is fontos előbb elkezdeni, ezt a 25 éves korig befejezze az ember, tehát odáig eljusson tehát kihozza magából a legtöbbet, és akkor onnan már eldől, hogy akkor mennyire hol helyezkedik el a világranglistán, és akkor onnan még lehet pár lépcsőfokot előre menni, de ezért fontos nagyon, hogy valaki időben elkezdje. Vannak zsenik, például Portis Lajos, aki 15 évesen kezdte a sakkot, és 4-5 éven belül nagymester lett, tehát vannak ilyenek, de ez nagyon ritka, tehát általában mostanában már bőven 10 éves alatt kezdenek el sakkozni a gyerekek, hogy mielőbb beérjenek. Tehát ha nekem még van kb. 2 évet, 25 éves korodig, számít ez bármit? Hát meg kell nyomni ezt a 2 évet mindenféleképpen, mivel szeretnék bekerülni majd az olimpiai kerettagba, és nagyon nem lesz egyszerű, meg szeretnék a 150-100-ba bekerülni a világranglistán mindenféleképpen. Úgyhogy ezt a 2 évet ezt nagyon meghúzom, és onnan meglátom, hogy akkor még mire vagyok képes. De akkor tudsz még fejlődni? Hát lehet, igen, csak hát azt mondják, tehát ez lehet, hogy ez plusz 1-2 év, tehát nem lehet tudni akár 30 éves korig is. Ez még igazából egyre jobban nyúlik el ebbe a számítógépes világban, mert nagyon sok dolgot lehet ellesni az elemző programoktól. Tehát régebben nem volt ilyen, régebben csak magára számított az ember, meg az edzőtársaira, de most már nem, most már más. Beszéljünk egy picit a felkészülésről. Van ugye a sakktábla, ott van a 32 figura ugye a táblán, és nekiállunk edzeni. Mit csinálsz ilyenkor, vagy hogy történik ez? Tehát vannak különböző lépésvariációk, amiket gyakoroltak az edzőtökkel, vagy mi történik ilyenkor? Meg megbeszéltek az előző meccseket? Hát ugye ez úgy működik, hogy egy sakjátszma 3 részből áll, hogyha eljutnak a végéig, ugye. Ez a megnyitásból, középjátékból és végjátékból. Hát a végjáték az tanulható, tehát az igazából valamilyen szinten véges, ott vannak bizonyos motivumok, amikre emlékeznek, amiket be kell magolni, mert tudni kell, alkalmazni kell. Viszont a megnyitás és a középjáték az végtelen, tehát a megnyitás az azért fontos, ugye a középjátékban jó érkezzen be az ember, tehát ne kerüljön hátrányba, mert onnantól kezdve egy erősebb ellenféle játszik, akkor az nem fog kegyelmezni. És ezért kell napon, tehát letölteni, hetente megjelennek a Tweak in Chess nevű oldal, ahol megjelennek azon a héten játszott legújabb játszmák, és azokat frissen kell tudni az embernek a személyre szabott repertoárjához. Nagyon nehéz is, hogy ezzel ezéken sokat dolgozni, az ember tisztában legyen, de napra kész legyen állandóan. Hogyha elkezdesz egy játékot, akkor
rengeteg sok lépés variáció van. Igen. Hány lépéssel jársz előre kb? Tehát, hogyha lépsz valamit, vársz az ellenfeledről, ellenfeledtől, és te hány lépéssel előre gondolkodsz? Hát, általában a mennyitásokat, azokat így 30 lépéspárig tudom. Tehát így rengeteget. Tehát így... Uramisten, tehát hogyha nyitsz, és világos akkor... Világosan a sötéttel is egyaránt. Tehát ez egy nagyon széles körű repertoárom van, és ezeket sajnos tudni kell. Tehát viszont a sakk az ebbe a szempontból, tanulás szempontjából is jó, mivel memorizálást az nagyon, nagyon jó elősegíti, tehát sokkal gyorsabban tanul az ember, tehát nekem a törivel ezért nem voltak problémáim már, mint a tanulás részével, hogy ezt gyorsan megtanultam, csak ezt ugye nem szerettem nagyon tanulni, de azért jó sikerült az érettség is, úgyhogy még régebben. De hát akkor nem csak sakkot kell megtanulnod, hanem az agytornát is, ezt is ugyan tudsz memorizálni. Milyen gyakorlatok vannak erre? Avasd be minket a kulisszatitkokba. Hát a legjobb gyakorlás szerintem az a fejben sakk. Tehát ezt például akkor szoktuk alkalmazni, hogyha vonaton, vagy éppen buszon, vagy kocsiban utazunk, és akkor fejben sakkozunk. Akkor igazából most az egyik edzőtársam Görögországban 5 táblán adott vaksimultánt, ami azt jelenti, hogy 5 ellenfél játszik 5 különböző táblán, és 5 játszmát kell külön megjegyeznie a fejben. Úgyhogy háttalál a tábláknak, ugye? Igen, úgyhogy nem lát semmit. Igen. És neki mondják be a lépéseket, és akkor ő mondja az övét. Tehát így ezt még nem próbáltam, de egy tábla is nehéz, nem hogy 5. Hát a régebbi világbajnok azt mondják, hogy 30 táblán adott vaksimultánt, ami érdekes egy kicsit, de lehet, hogy igaz. Tehát. És akkor meg is nyert 20, nem tudom hányat. Hát annyit, hogy legalább felét biztosan megnyerte, igen. Hát. Nyilván nem nagymestereken, amatőrök ellen, de hát az is nagyon nehéz. Beszéljünk konkrét versenyeidről, hiszen mondtam a felvezetőben, hogy egy nagymester, vagy már nyilván azért hosszú út vezetett idáig. Milyen megmérettetéseknek köszönhetted ezt? Hány pontot kell gyűjteni egyáltalán egy-egy nyertes meccs után, vagy egy-egy nagyobb verseny után? Milyen pontok járnak? Hát ez úgy működik, ugye mindenkinek van egy élőpontszáma, ami az alapján van, hogy milyen teljesítmény nyújt egy versenyen. Ahhoz, hogy valaki nagymester legyen, 3 nagymesteri normát kell teljesítenie, amihez kell az, hogy egy versenyen meg legyen adva egy bizonyos élőpontszám átlaga, tehát hogy az ellenfélnek élőpontszám átlagaiba, akkor abból nyújtott pontszám, amit elér, és meg kell lenni bizonyos külföldi számnak is, meg címviselőknek, hogy nagymester volt, vagy nemzetközi mester, kell játszani 3 nagymesterre hozzá, és ezt 3-szor kell játszania. Nem olyan egyszerű, mivel Magyarországon nincsenek olyan erős versenyek, ahol elég külföldi játszana, szóval eléggé korlátoltak a körülmények, ez külföldre kell főképp mennie, vagy külön vannak zárt versenyek, ahol direkt minden feltétel adva van, hogy valaki nagymester normát tudjon csinálni, de nem egyszerű. Hát a sakkban a ranglétrák úgy vannak, hogy van a harmadosztály, másodosztály, első osztályú, mesterjelölt, fidemester, nemzetközi mester és nemzetközi nagymester. Én nemzetközi mester lettem 2005-ben, és nemzetközi nagymester lettem 2010-ben. Úgyhogy 5 év különbséggel, és van még egy másik fokozat is, az a szuper nagymester, ők a 2700 pontszám felettieknek, őket hívják szuper nagymesternek, de ez igazából csak ilyen jelképes tituláció, tehát nem nincs beírva sehova, csak ezt őket így hívják. Tehát akkor van még cél? Van bőven. Ez a jó, hogy mindig van cél, tehát sem fogom tudni elérni azt a fő célomat, ami után ne lenne még egy nagy cél. Úgyhogy ezért. Mindig lesz motiváció, ennek örülök. Itt Magyarországon milyen a sakk élet? Hát, mint minden más sportágban, itt is elég nagy a pénzhiány sajnos, és nem tudnak biztosítani olyan versenyeket, igen, főleg versenyeket. Ugye most a Magyar Bajnokság 12 főről redukálódott 10 főre, tehát két csapat teljesen csődbe ment, úgyhogy hát itt sincsenek túl rózsás helyzetek, de hát ez a szerencse a sakkozó életben, hogy nem igazán függ az országától, tehát az a szerencsém, hogy mivel sakkozó vagyok, így több csapatbajnokságban is szok játszani nemzetközi szinten, tehát nincsenek egy időben bajnokságok, nem úgy van, mint a fociban, hogyha egyetlen csapatod lehet, hanem akármennyi, mert nem ütik egymást a bajnokságok, és akár több csapatod is lehet. Szóval nem vagy röghöz kötve, nem vagy országhoz kötve, ez jó. Ami pedig a klubokat illet, ugye most említettük a beszélgetés elén ezt az átigazolást, tehát nyilván itt Pécsen kezdted el a pályafutásodat. Igen, Pécsen kezdtem el, aztán innen igazoltam a Nagykanizsába.
még pályafutásom elején, akkor ott ifiként, tehát ifi szerepet, tehát ifi szerepben voltam, az utolsó táblán játszottam, és utána kerültem vissza Pécsre, aztán Szombathelyre és meg vissza Nagykanizsába, szóval jó nagy körforgás van itt. Te profi sakkozó vagy? Igen. Tehát a sakk maga az a megélhetést biztosítja neked? Igen. Mert azért kérdeztem, mert mondtad, hogy több klub is csődbe ment, és igazából tehát egy klub számára mit jelenthet kiadás, mint mondjuk akkor a sakkozó bérezése, meg maximum az utazás, tehát ilyen nagyon ilyen eszközberuházások, terembérlés maximum. Igen. Tehát milyen költségei vannak egy klubnak? Hát ezen kívül nagyon mást én sem tudok. Hát igen, mondjuk kajászatás, meg ilyesmi. Tehát azért nagymesteretnek már szokták fizetni az étkezéseiket is, meg ilyesmi. Tehát viszont azért jó, mert hogyha nagymester az ember, mint például én, akkor elmegy egy külföldi versenyre, most is például megyek Olaszországba, akkor például ott startpénzt is fizetnek. Tehát azért fizetnek, hogy te gyakorlatilag leülj játszani. Nekik ezért reklám valamilyen szinten. Szóval ezért jó, mert gyakorlatilag a többi csapatbajnokságban is ugye ott is hasonlóképpen van a fizetés, mint itt Magyarországon, úgyhogy nem csak egy lábon tud állni az ember saktéren, ez a jó benne. Úgyhogy nagymester. Igen, sajnos azt veszem ki a szavaidból, hogy ebben is egy kicsit a külföldi országok előrébb járnak hozzánk képest. Igen, természetesen. Mint minden másban is. Mik a terveid még ezzel a sporttággal? 23 éves vagy, ugye előtted az egész élet, hát ismerjük ugye a nagy neveket, Kasparov, és mondhatnék még többet is. Ők ugye nyilván idősebbek jóval, hosszú-hosszú pályafutás vár rád, hova lehet még fejlődni, milyen céljaid vannak? Hát az egyik nagy fő célom az, hogy bekerüljek az olimpiai kerettagba. Úgyhogy ez igazából nagyon-nagyon nehéz, mivel ahhoz majd, hogy nem nekem is szupernagymesterre kéne, hogy váljak, mivel 3-2700 fölötti van Magyarországon, és van még két srác, aki nagyon-nagyon közelít a 2700-hoz. És most én 2600 közelében vagyok. Volt, hogy már át is léptem ezt a bűvés határt, de ez motivál legfőképpen engem is, az, hogy 150-ben bekerüljük a világranglistán. És minél több csapatot szerezek Európában, ez meg a másik. Van esetleg példaképed, akire így akár emberileg, akár a pályafutását tekintve felnézel? Hát mindenféleképpen két ember tudnék ide sorolni. Az egyik az Portis Lajos, tehát őt már említettem, hogy 15 éves korában kezdte a sakkot, és világbajnok jelölt volt, olimpiai bajnok volt, és gyakorlatilag mindent elért, meg ugye nemzet sportolója is lett már kétszer is, ha jól emlékszem, Magyarországon. A másik az pedig egy orosz sakkozó, Krisztyuk Alekszander. Őt igazából nem mint életstílus, tehát nem az élete, amit eddig elért, meg minden abban a szempontból példaképpen, hanem amit a sakkban betölt, azt a játékstílust, ami engem nagyon-nagyon megfog, az ő játékstílusa. Ha neked jellemezned kellene a játékstílusodat, milyen? Mondtad, hogy ugye több részre lehet osztani egy partit. Igen. Neked milyen a stílusod, és hol érzed, hogy melyikbe kéne még a legtöbbet fejlődned? Hát igazából a laikusok mindig azt mondták a sakkozókra, hogy vannak pozíciósok és vannak taktikusok. A taktikusok azok, akik mennek előre, áldoznak, ugye figurákat áldoznak be azért, hogy ők bematolják az ellenfelet. A pozíciósok viszont ők teljesen más, ők pont az ellenkezőjük, inkább kicsit visszafogottabbak, rájátszanak az emberek a gyengeségeire, jobban megfontoltak, viszont a taktikai érzékükkel, tehát ők könnyen sebezhetőek taktikailag. Viszont ahhoz, hogy valaki az én szintemen ilyen nagy mester legyen, az viszont mind a kettőt nagyon jól tudnia kell. Tehát ha egyik nem működik a másik nélkül, akkor borzasztóan sebezhető lenne, akkor nagyon egyszerű lenne rá felkészülni. Én igazából vegyesnek mondanám magam, tehát mind a kettő. Tehát az a baj, hogy mind a kettőt alkalmazni kell, tehát a helyzet hozza. Az a bizonyos megnyitás, hogyha ez a megnyitás azt kívánja, hogy ott taktikusan kell fellépni, akkor sajnos úgy kell csinálni, bármilyen nem szereti az ember. Tehát inkább az ember személyre szokta szabni ezeket a megnyitásokat, hogy miket válasz, hogy melyiket kedveli jobban igazából. Én nekem igazából teljesen mindegy, tehát ebben a szempontból univerzális vagyok. Nem mondanám egyiket sem, hogy jobban szeretném. És meg igazából a mennyitásban is, ugye a középjátékban kell nagyon-nagyon sokat fejlődnöm még szerintem, mivel
Tehát a mentalitás az azért ugye a középjátékban, középjátékhoz, vagy középjátékba megfelelően érkezzen az ember, ne kerüljön hátrányba, ne legyen olyan szituáció, hogy akkor most rosszul tudta a mentalitás, és akkor gyakorlatilag hiába játszik már kútfőből, és hiába jobb sakkoz a másiknál, másiknak nem kell lépni egyet sem magától, mivel tudja, hogy az már miért veszít az a mentalitás, az miért rossz. És a középjátékban ugye az viszont az a legvégtelenebb, tehát az sosem lehet eléggé megtanulni, azt még a világranglista vezető sem tudja eléggé. Én úgy gondolom, tehát ő is még tud benne fejlődni, mindenki tud benne. Van esetleg olyan név, aki vele egy asztalnál ültél és játszottál, és olyan név, aki tényleg úgy nagyon-nagyon ismert a sakkértben, és van esetleg olyan meccsed, ami egy hasonló kaliberű ellenfél ellen volt, és esetleg nyertél. És mondjuk a legbüszkébb, vagy akár erre a partira előfordult-e ilyen a pályafutásod során? Hát az első kérdésedre válaszolva, igen, ő a világranglista vezető most Carlsen Magnus. Egyébként ő nemzetközi modell is mellesleg. Ő egyre fiatalabb nálam, és ifi VB-ken meg LB-ken gyakorlatilag volt, hogy csomószor megelőztem, ugyanúgy szerepeltünk, aztán hirtelen úgy elhúzott a mezőnytől, hogy azt nem lehet. Tehát nem vett, egyszerűen néz az ember, akkor még 2500 körül volt, eltelt egy év, és már 2700 fölött volt. Tehát embertelen, amit ő véghez vitt. Tehát igazából rengeteg pénz is kelt hozzá nyilvánvalóan, tehát egy magyar viszonylatban ezt nyilván nem teheti meg az ember, amit ő megtehetett, tehát neki nem kellett gondolkozni azon, hogy most Gibraltárba megy el versenyre, vagy kimegy Amerikába versenyre, vagy bárhova, tehát bárhova el tudott menni. Meg rengeteg jó edzője is volt, meg hát szerintem zseni is a srác, hogyha tehát 22 évesen világranglista vezető tud lenni, és nagyon magasan vezette most a világranglistát. A másik pedig, hogy akit két nagyon fontos győzelme vagyok büszke, az egyik most olimpikon, Berkes Ferenc elleni győzelem tavaly a magyar bajnokságon, és most a bécsi verseny gyakorlatilag ezzel nyertem meg úgymond, tehát másodiknak hoztak ide, hát majdnem versenygyőzelem volt, pedig ez Salgado López Iván nevezetű spanyol nagymester, aki kettő fiatalabb nálam, és ma is részt vesz az olimpián a spanyol válogatottban. Ez a két nagyon fontos győzelmem volt, amire így legbüszkébb vagyok. Ez mennyire érdekes, hogy repkednek a nagymesterek, és mindenki ilyen 20 év körül is rátsz. Igen. Tehát egyre fiatalabb most már a mezőny, ez köszönhet a számítógépeknek. Tehát azok, amiket régen megtanultak az emberek könyvből, azok már gyakorlatilag nem is működnek, mert a számítógép mindent megdönt, és mindent, tehát felülír gyakorlatilag az egész történelmet, mindent. Ez férfi sport egyébként, hogyha már így kiemeltem, hogy srác, mert azért voltak korábban ugye magyarok is, akik ugye polgárlányok, akik nagy sikereket értek el a sakkban, úgy körülbelül mondjuk 100 játékosból, mondjuk nagymesterből, ha így már erről beszélünk, akkor hány hölgy van? Hát, és milyenek az oka, hogy ilyen kevesen vannak? Top 100 bajnokság, vagy top 100-ban a világon, ott egyetlen nő, ami polgárjúdít. Tehát ő viszont, tehát ő olyan életet is élt, tehát kiskorában gyakorlatilag már reggeli közben is sakkozott, minden a sakk körül forgott náluk, meg ugye zseni is szerintem. Tehát borzasztóan intelligens, nagyon jóban vagyok fel, egy rendkívül jó személyiség, és borzasztóan intelligens. És hát igen, tehát a világon nagyon sokkal kevesebb női nagymester van. Azt nem tudom, hogy kevesebb sakkozó van el, de sokkal kevesebb férfi nagymester. Más a női nagymester és más a férfi nagymester. A női nagymester az körülbelül férfi nemzetközi mesternek felel meg, de a polgárjuk nyilvánvaló, ő férfi szuper nagymesternek számít, tehát ez a titulása. Úgyhogy összességben nézzük a sportokat, jóval kevesebb hölgy képviselője van a sakknak, mint... Szerintem igen, tehát hogyha elmegy egy ember egy openre, egy nemzetközi versenyre, akkor szerintem egy 80-20%-os arányt képviselnek a férfiak, szerintem. Igazából nem tudom megmondani, hogy mert semmiféleképpen nem tartom a nőket kevésbé intelligensnek, mint a férfiakat, de valahogyan mégsem olyan eredményesek a férfiak között, vagy férfiakhoz képest ebben a sportágban, mint a férfiak. Tehát valami oknál fogva nem tudom, hogy miért igazából. Zárjuk a beszélgetést azzal, amivel elkezdtük, hogy ugye már megdőlt az a sztereotíp gondolkodás, hogy sakkozók pufi, szemüveges gyerekek, akik ott ülnek egész nap a sakktábla, meg a könyvek mellett.
azért fizikai felkészültség is kell egy ilyen meccshez, vagy meccssorozathoz, tehát el kell menni egy versenyre, hogy nyilván nem csak egy portérvállalat, hanem több, tehát a toppon kell lenni, nem csak fizikálisan, ugye fejbe is. Hogyan tartod magadat karban? Hát én verseny közben is rengeteget szoktam futni, tehát minden reggel azzal kezdem a napomat, hogy reggel, vagy futás után egy jó reggeli, meg fekvő támasz fel, és hogyha az ember igazából rökhöz van kötve, nincsen konditerem, akkor nem tud mit csinálni sajnos, de nagyon fontos, hogy fizikailag is képben legyen, mivel egy 6 órás partihoz ott ülni, rendkívül jó fizikai állapot kell szerintem, tehát borzasztóan elfárad az ember abban a 6 órás, jó felett állni közben, de akkor is, tehát teste elfárad, és a 6. óra végén, hogyha olyan döntés kell hoznia, hogy most nem mindegy, hogy mi az helyzet, tehát lehet győzelem is, lehet vereség is, akkor jó, nagyon jó fizikai állapotnak kell lennie. Én kettlebellezek, ami egy igazából egy súllyal való edzés, annak rengeteg féle variációja van, mert futok és szoktam focizni is elég sűrűn. Volt csapatom is Pécsen, csak sajnos megszűnt egy alakult bajnokságban, sajnos megszűntek. Hát Tamás, akkor további sok sikereket kívánunk neked, és akkor irány a szuper nagymesteri kategória, meg természetesen akkor kívánom neked, hogy bekerüljél majd az olimpiai keretbe is. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor sok sikert. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt mára a Sportré. Remélem, hogy tudják, hogy holnap a Sportforum című műsorra várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.